turisztikai vonzerő, a megye legnépszerűbb turisztikai célpontjává válhat a Felső-Szabolcsi térség a már elkészült és a még folyamatban lévő beruházások által. Új szakasz több mint 7 kilométerrel bővült a nyíregyházi kerékpárút hálózat, amely már Borbányára is elér. Felújítás több pályázati forrásból korszerűsödött ebben az évben PASZAB. A megye legnépszerűbb turisztikai célpontjává válhat a Felső-Szabolcsi térség a már elkészült és a még folyamatban lévő beruházások által. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A látogatókat a már meglévő látványosságok mellett programok széles tárháza és többek között a Rétközi tó várja, melynek élő világa és környezete teljesen megújult az utóbbi időben. Egyedi vonzerő kialakítása a cél a kisvárdai térség turisztikájában. A Felső-Szabolcsi térség korábban ipari fellegvár volt, ám vendégcsalogató lehetőségei fokozatosan bővültek az elmúlt években. Erről is beszélt Hanusz Árpád egy tájökológiai konferencián Kisvárdán. Hozzátette, a jelenleg zajló beruházások által a régió legnépszerűbb turista célpontjává válhat a környék. A Márfürdőt is átépítették, az is több részelemmel gazdagodott, és így nyugodtan mondhatom, hogy újabb vonzerő erősödött. Tehát ezek a meglévők. És akkor jött a stadion, a sportcsarnok, akkor a különböző parkok, ugye itt van ökopark, és van különböző filmvetítés, vagy filmkészítéshez szükséges díszletpark, illetve az ökoparkban ugye majd akvárium, víz alatti akvárium fejlesztési terv. Ezek mind-mind olyanok lesznek, amelyek már nem biztos, hogy ezek fogják ide csalogatni a vendéget, de ha már itt a vendég, akkor mindenképp fontos abból a szempontból, hogy legyen milyen programot csinálni ezekben, mind be egyéni programot lehet szervezni majd. A Beregi Tiszaháb térséget tájökológiai szempontból kiváló lehetőséget kínál a turizmus sikeréhez. Csorba Péter szerint a környék természeti sajátosságai figyelemre méltóak, a vízügyi és erdészeti beruházások mellett a határmenti kapcsolatok fejlesztésével érhető el az idegenforgalom további fellendítése. A térségnek a úgymond gyengesége az infrastrukturális relatív lemaradás, ez ökológiai szempontból előny, hiszen élővilág számára ez a kevésbé zsúfolt elrendeződése a településeknek, az utaknak, ez kifejezetten előnyös. Tehát ezt megőrizve kellene tulajdonképpen a fejlesztéseket végrehajtani, tehát egy olyan megőrzendő értéke ez a relatív természet közeliség, ami manapság már elég kevés helyen tapasztalható. A környék egyik legkedveltebb szabadidő helyévé a megújult Rétközi tó vált. Kelet-Magyarország legnagyobb víztározója a turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően a természetjárás érdeklődőinek, a pihennivágyóknak és a vízisport kedvelőinek egyaránt remek lehetőségeket biztosít, mondta el a Kárpát-medencei gazdaságélénkítésért és turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos. Sesztek Miklós hozzátette, Kisvárda a vízi fejlesztéseknek köszönhetően az országban is egyedülálló adottságokkal bír. Nagyon kevés olyan hely van az országban, ahol van gyógyvíz. Ha leteszek egy körzőt, és egy 5 kilométeres kört rajzolok Kisvárda központjából, akkor van egy ilyen tavunk, ez 600 hektár, és oda meg 800 méterre van egy tiszánk is. Tehát van gyógyvízünk, tavunk és élővízünk is. Ennek megfelelően a turizmus fejlesztésnek az egyik fontos ágazata lett, ahogy látják, a horgászturizmus. Sesztek Miklós hozzátette, a Rétközi tó az ország legnagyobb bojlis horgásztava, és az egyik legjobb pergetős horgászhelyévé vált az elmúlt évek során. Letették az esküt a csütörtöki közgyűlésen megválasztott területi választási bizottság tagjai és pót tagjai. A bizottság az október 13-ai önkormányzati választáson a voksolás jogi tisztaságáért felel majd. A tagok a megyei közgyűlés elnöke Sesták Oszkár jelenlétében tették le az esküt az alaptörvényben foglaltak betartására. A bizottság ezt követően ülést tartott, melyen megválasztották az újonnan megalakult bizottság elnökét, majd megvitatták a választással kapcsolatban. Október 13-án lesz az önkormányzati választás, a választási folyamat nyomon követése, esetleges jogorvoslati kérdések megvitatása, erről való döntéshozatal. A második döntési szint az nyilvánvalóan a bíróság, a helyi választási bizottságok munkájának a segítése is azt gondolom nyugodtan a hivatal, illetve olyan a megválasztott választási bizottság feladatkörébe tartozhat.
Több mint 7 kilométeres szakasszal bővült a nyíregyházi kerékpárút hálózat, így újabb városrészek lettek elérhetőek két keréken. A Borbányáig tartó szakasz a Kálói út kerékpáros forgalmát tehermentesíti a jövőben, amellett, hogy az ott élők ezentúl biztonságosabban juthatnak be a belvárosba. Hosszú sorban érkeznek a biciklisek a Kálói út végére. Eddig tart a kerékpárosok számára kialakított aszfaltcsík, vagyis már Borbányáig elgurulhatnak biztonságosan. A Csárda utcai kereszteződésnél pénteken adták át az elkészült kerékpárutat, amely több mint 1,5 milliárd forintból készült el, de az önkormányzat önereje még az 5%-ot sem érte el. Javarészt pályázati EU-s forrásból és kormányzati támogatásból valósult meg. A szakaszra nagy igény volt a városrészben élők körében. Azzal, hogy megvalósult ez a kerékpárút, én pont tegnap este próbáltam ki, és mentem végig rajta, hát valami fantasztikus. Széles, gyors, biztonságos, 10-12-15 perc alatt elérjük a belvárost, tehát annyira lerövidül a távolság, így kerékpáron is, hogy hihetetlen. Tehát ez számunkra nagyon fontos, mint borbányaiak számára. Az külön öröm, hogy nem is egy irányból tudjuk elérni a várost, hanem a Tünde utca felé is, meg a Kálói út felé is. Tehát ez mindenképpen ez egy másik pozitívum. A város egyik legforgalmasabb útja a Kálói, amelyen sokan kerékpároztak már eddig is, ami nem volt egyszerű, és ami még fontosabb, biztonságos sem. Itt már beszélgettem itt lakókkal is, mondták, hogy ők is kipróbálták már, használják egészséggel. Nyíregyháza polgármestere az átadáson arról beszélt, hogy az újabb közel 8 kilométeres szakasszal 70 kilométer fölé nőtt a teljes kerékpárút hálózat hossza a városban. Ki is van használva, sokan ülnek ugyanis két kerékre minden korosztályból, ez pedig amellett, hogy jót tesz az egészségnek és csökkenti a környezetszennyezést, a városképet is pozitív irányba változtatja. Mint a városvezető fogalmazott, a kerékpárutak építése a közmű átépítések miatt sokba kerül, de megéri, ráadásul sok potenciál van benne, amely nem csak a város, hanem a megye más részei szempontjából is fontos. Itt azért Borbánya nem a legfrekventáltabb turisztikai hely a városnak, de ha belegondolunk, mint ahogy Tokajig sikerült megépíteni ezt a kerékpárutat, ha itt majd megnyílt a lehetőség, hogy Mária Pócs, tehát Nagykálló Mária Pócs Nyírbátor felé, akkor az már egy turisztikai út is lesz, nem beszélve a már régóta meglévő zarándokútról Mária Pócsra, ott sem mindegy, hogy ilyen biztonságosan tudnak kimenni a zarándokok. Úgyhogy több lehetőség van a kerékpárútban, többen használják, többféleképp, és az ettől igazán jó. A célok tervek között megemlítették, szeretnék, ha a gyerekek többet kerékpároznának az új Kígyó utcán kezdődő és a debreceni majd a Szent István utcán folytatódó szakasznak köszönhetően is. 38 millió forintból megújult a Passzabi református parókia épülete. A településen ebben az évben több fontos beruházás is befejeződött. Ezek közül a legkiemelkedőbb a bölcsöde megépítése volt. Ennek köszönhetően már bölcsöde, óvoda és általános iskola is működik Passzabon. A következő években a Magyar Falu program forrásaiból fejlődhet tovább a szabolcsi község. Tudatos fejlesztéseken van túl az év első felében Passzab. Olyan intézmények újultak meg vagy épültek, amelyek nagyban javítják a település képet és a helyiek életminőségét, közölte Tajti Péter polgármester. A terület és település fejlesztési operatív program pályázatait 2016-ban nyerte el az önkormányzat, legutóbb a felújított református parókia épületét adták át. A református templomot még 2016-ban újították fel. A parókia épületének korszerűsítése már akkor terve volt az egyháznak és a település vezetésnek. Ezt a református egyház nyerte el ezt a támogatást, de nagyon szorosan összefonódva az önkormányzattal, és nagyon sok segítséget adtunk nekik is, meg ők is nekünk a mi beruházásainkba. Én úgy gondolom, hogy most a település főutcája már most egy olyan képet tud mutatni, ami egy igazi létközi településre jellemző, amik megelőzték ezt a beruházást is, és ez a hálaadó istentisztelet nem is igazán nem csak a parókiáról szólt, hanem valóban hálát tudtunk adni azért az elmúlt 3 évért, amikor minden beruházásunk meg tudott valósulni a településen.
Az elmúlt években a település legjelentősebb beruházása a bölcsőde építés volt. A gyermek létszámmal nincs probléma Paszabon, közölte a polgármester. Így egy két csoportos, 24 férőhelyes intézményt építettek. Ezt május elején adták át. De a védőnői szolgálatot is korszerűsítették, illetve a 100 éves polgármesteri hivatal épületét is felújították. A településen így már biztosította a bölcsődei, az óvodai és az általános iskolai ellátás is. A járás településeivel megállapodást kötött az önkormányzat, és így Ibránytól egészen Gálaventselőig hozhatják hozzánk a gyermekeiket, ha nálunk még van férőhely. De azt tudom mondani, hogy nagyon sikeres. Hiába nyári időszakban indult el a bölcsőde, július 1-ével, már félházzal működtünk július végére, és most azt tudom mondani, hogy szeptemberben már ez egy teljes ellátottságú, teljes férőhely kihasználtsággal fogó működő épület lesz. Az új bölcsőde 7 embernek biztosít munkalehetőséget. Az ehhez hasonló munkahelyteremtő beruházások szintén a település megtartó erejét növelik, tette hozzá a polgármester. Paszab a közeljövőben a Magyar Falu program forrásaiból fejlődhet. Hamarosan elkezdődik a bel- és külterületi utak felújítása, de sporttelepeket is létrehozna a településvezetés. Erre már konkrét terveik is vannak. Évente több mint 10 000 kerékpárt lopnak el Magyarországon. A Bike Safe regisztrációval azonban sokat tehetünk kerékpárunk biztonságáért, növelhető a lopott jármű előkerülésének esélye. Online ezt bármikor megtehetjük egy jelképes összegért, a rendőrség időnként azonban ingyenesen is lehetőséget biztosít a nyilvántartásba vételre. Legutóbb ezt a Bringa-szigeten tehették meg a látogatók. 700 000 forint. Ennyibe kerül ez a felsőbb kategóriás kerékpár az egyik nyíregyházi szaküzletben. Az ilyen értékű vagyontárgyak megóvására érdemes nagyobb figyelmet fordítani. A jelenleg kapható egyik legnagyobb biztonságot nyújtó lakat közel 30 000 forintba kerül, de már harmad ennyiért is lehet erősebb zárat kapni. Bár tény, hogy az igazán felkészült tolvajok ellen nincs az a lakat, amelyik 100%-os védelmet nyújtana. Évente még mindig közel 10 000 kerékpárt lopnak el Magyarországon, de ez a szám évről évre csökken. Egyre többen regisztrálják ugyanis kétkerekűjüket a rendőrség Bike Safe nyilvántartási rendszerébe. Ehhez a szakemberek lefotózzák a jelentkező kerékpárját, rögzítik a jármű egyedi jellemzőit és a tulajdonos adatait. A regisztrált biciklit végül egy matricával látják el, amely jelzi, hogy a bringa már szerepel az adatbázisban. A kezdeményezés célja, hogy lopás esetén a jelölés segítse a keresett kétkerekű azonosítását, vagy a megtalált bicikli tulajdonoshoz történő visszajuttatását. Lopás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a rendőrséget a 112-es segélyhívón. A megelőzés céljából fontos tanács, hogy a kerékpáron ne hagyjon értéket a tulajdonos, és mindig jól látható, forgalmas helyen hagyja a biciklit magas biztonsági szintű, több ponton is rögzített lakattal. 3 szürke nyakú koronás darú fióka született nemrég a Nyíregyházi Állatparkban. A most még pár centis madarak később 1 méteresre is megnőhetnek. Eredeti élőhelyük pedig Kelet- és Dél-Afrika. A fajnak impozáns külseje mellett több látványos szokása is van. Megbújik anyja lábainál a kis darú fióka. 2 hete kelt ki a tojásból, azóta pedig már a sóstózó látogatói is ismerkedhetnek vele. 2 azonos korú testvérével együtt. A kicsik fészekhagyók, tehát kikelésük után, ami 30 nap után történt meg, azonnal elkezdték követni anyjukat és apjukat, és jelenleg még merőben teljesen máshogy néznek ki, mint szüleik, hiszen ők még mindösszesen 15 cm-es nagyságúak, és pihetőlazattal rendelkeznek, mely barna. A szüleik 1 méteres magasságúak, ők körülbelül ezt olyan 8 hónap múlva érik el ezt a testmagasságot, de a tollazatuk marad ugyanilyen barna színezetű, az ivarérett szint körülbelül 1,5-2 éves korukban fogják majd megkapni. Apjuk nem tud pihenni. A hímálat folyton figyel, és minden szokatlan dolog feltűnik neki. Nem volt kivétel ez alól kameránk sem, amelynek még a szárnyait is kitárta, mutatva mennyire védik kicsinyeit. A szülők a gyermeknevelésből is mindketten kiveszik a részüket. A fiókák előtt lépkedve csipegetnek, így tanítják őket a táplálékszerzés fortéjaira. Később ez már az ő feladatuk lesz, most azonban még nekik adják a felkapott liszkukacot. A madaraknak a párzási rítusuk is különleges.
nem csak a külsejük bámulatos ezeknek az állatoknak, hiszen a nevüket a tollkoronájukról kapták, de alapvetően a párzási rítus is igen látványos, hiszen ilyenkor vad szerelmi táncot lejtenek. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy 1,5-2 méteres magasságra fel tudnak ugrani az állatok függőlegesen, illetve a szárnyukat is csapkodják. Ilyenkor, hogyha ilyet látunk, akkor már várjuk a tojásokat. A másik nevükön déli koronás darva, Kelet- és Dél-Afrika nyílt szavannás területein őshonosak. Érdekesség, hogy a faj Uganda nemzeti madara is az ország címerében is szerepel. A most született kicsikről még nem tudni, hímek-e vagy nőstények, ez később egy DNS vizsgálatból derül majd csak ki. Korábban egyébként egy vagy két fiúka kelt ki csupán a tojásokból, így a mostani 3 tagot számláló szaporulat rekordnak számít a nyíregyházi állatparkban. Az Újpest elleni hazai győzelem után szombaton idegenben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Miriuta László együttese az NB1 5. fordulójában a 100%-os teljesítménnyel listavezető MOL Fehérvár FC otthonában vendégszerepel. 4 fordulót követően jól eső érzéssel nézhetek a tabellára a kisvárdai szurkolók, csapatuk ugyanis a 4. helyen várja a folytatást. A legutóbbi Újpest elleni mérkőzésen újabb 3 pontot szerzett a Várda, a román válogatott Grozav pedig megszerezte szezonbeli 4. illetve 5. gólját. Miriuta László vezetőedző persze tudja, hogy a múltból a futballpályán sem lehet sokáig megélni, minden meccs újabb kihívás jelent. Szombaton például a még hibátlan listavezető vár a Kisvárdára. A MOL védét tudjuk, mindenki pontosan milyen csapat. Jó az edző, jó a játékosok. A Kovács Zoli, már régi ismerem, nagyon jó munka csinálott, felvállott. Szerintem a Fradi együtt, ez a két csapat a legjobb Magyarországon. A csapatkapitány Lukás szerint várakozáson felül kezdte a bajnokságot a Kisvárda, és ezt a jó sorozatot szeretnék minél tovább folytatni. 4 meccs, 3 győzelem, szerintem nem mindenki gondolta, hogy is kerülni fog, de mi bíztunk benne mindig, és most is bízunk benne a győzelemmel, mindig a győzelemmel játszunk. Nyilván tudunk, hogy a MOL Fehérvár az esélyes, de úgy menjünk oda, hogy pont kell szereznünk. A fehérváriak 4 meccsen 13 gólt rúgtak, ennek ellenére Miriuta László Lukászhoz hasonlóan abban bízik, hogy nem pont nélkül térnek haza Székesfehérvárról. Van nekünk 9 pont is, most mindig azt mondta, hogy jó, ha nincs semmi baj, ott lehet kikapni, vagy ilyesmi, mert a Vidi nem, ezt nem szabad. Én szeretem minden meccs megnyerni, a csapatom is, és megpróbálom. Nem lesz egyszerű, de hát van egy szansz. 0-0 kezdik a meccs, van egy pont, már a pesztor, vagy kíváncsi leszek, hány ponton lesz. A MOL Fehérvár FC Kisvárda mérkőzés szombaton 19:30-kor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd, Paks, Újpest, Budapest Honvéd, Zalaegerszeg, Puskás Akadémia, Debrecen, Kaposvár és Ferencváros, Diósgyőr. Továbbra is Kovács Tibor irányításával készül a bajnokságra a Sunshine Nyikse. Az NB2-es nyíregyházi kosarasoknál már nem számíthatnak Savage Brane játékára, visszatért viszont Horváth Bence és a legutóbbi Kék Cápáknál szereplő Olá Zoltán is tagja a keretnek. 5. szezonja előtt áll a Sunshine Nyikse, az NB2 keleti csoportjában legutóbb 4. helyen végző nyíregyházi kosarasok augusztus közepén kezdték el a munkát az állandó edző Kovács Tibor irányításával. Amatőr együttesről lévén szó, minden szezon előtt jelentős a játékos mozgás, tanulmányi és munkahelyi elfoglaltságok miatt többen kénytelenek váltani vagy abbahagyni a játékot. Nincs ez másként idén sem, a sikeres felvételének köszönhetően 3 Budapesten, illetve Debrecenben játszanak tovább, emellett egy jelentős érvágás is érte a csapatot. A legnagyobb változás az, és azt hiszem a megyei kosárlabdában nem kell bemutatni Brane Savicsot, aki hosszú éveken keresztül itt nyíregyházas sport életében jelentős szerepet játszott. 2 szezonban a mi csapatunkat erősítette, ezúton is nagy köszönet neki az eddigi és az elmúlt időszakban nyújtott segítségért és tevékenységért. A következő időszakban jelenállás szerint munkai elfoglaltságok miatt nem tud csapatunk rendelkezésére állni. Fiatal játékosok is érkeztek hozzánk, illetve hát akik az elmúlt szezon előtt 2 éve is már itt játszottak, többek között Horváth Bence, aki bekapcsolódott ismét a munkába. Utápoltás csapatból szeretnénk 2-3 játékos bekapcsolni az NB2-es csapat munkájába, illetve nagy örömmel és reménnyel fogadjuk Olá Zolit, aki jelenállás szerint marad a megyében, és a Blue Sharks után itt a csapatunkban fog dolgozni, és nekünk nagy erősítés lesz az ő tevékenysége.
Horváth Bence egy év kihagyás után kezdte el ismét az edzéseket a csapat otthonának számító Bánki csarnokában. Az elnök úr és az edző megkerestek, hogy mi lenne, hogyha újra csatlakoznék a kerethez. Boldogan mondtam rá igent, ugyanis hiányzott a játék, illetve egy hosszabb sérülés után, vagy hosszabb sérülésen vagyok túl, ezért is csatlakoztam a csapathoz. Úgy gondolom, hogy a keretet tekintve reális esélyünk van arra, hogy a keleti csoportban jól szerepeljünk, aztán ha a nyolc közé jutunk, ott meg már lehet bármi. Olá Zoltán a legutóbbi szezonban még a kékcápák színeiben szerepelt, a jövőben viszont már amatőrként játszik az NB2-ben, mellette a fiatalokkal is foglalkozik majd. A civil élet mellett döntöttem, de mellett ugye nem tudtam abba hagyni a kosárlabdát. Így megkerestek, így közös megalapodás révén összejött, hogy tudok itt maradni. A Sunshine Nyíkse szeptember második felében már edzőmeccseket is játszik, a hónap végén pedig indul a Hepkupa sorozata. A bajnokság október elején kezdődik el Kovács Tibor csapata számára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A megye legnépszerűbb turisztikai célpontjává válhat a Felső-Szabolcsi térség a már elkészült és a még folyamatban lévő beruházások által. A látogatókat a már meglévő látványosságok mellett programok széles tárháza és többek között a Rétközi tó várja, mely az ország legnagyobb bojlis horgásztava és az egyik legjobb pergetős horgászhelyévé vált az elmúlt évek során. Több mint 7 kilométeres szakasszal 70 kilométer fölé bővült a nyíregyházi kerékpárút hálózat, így újabb városrészek lettek elérhetőek két keréken. A kisteleki szőlőnát Borbányáig tartó több mint 1,5 milliárd forint összegű szakaszt pénteken adták át, és a Kálói út kerékpáros forgalmát tehermentesíti a jövőben, amellett, hogy az ott élők ezentúl biztonságosabban juthatnak be a városba. 38 millió forintból megújult a Passzabi református parókia épülete. A településen ebben az évben több fontos beruházás is befejeződött. Ezek közül a legkiemelkedőbb a bölcsöde megépítése volt. Ennek köszönhetően már bölcsöde, óvoda és általános iskola is működik Passzabon. A következő években a Magyar Falu program forrásaiból fejlődhet tovább a szabolcsi község. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 30-án, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, szombat este pedig heti hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szombaton a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A keleti szél helyenként megélénkül. Vasárnap általában kevés felhő zavarja a napsütést, nem valószínű csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul. Front nincs. Az ország legnagyobb részén hőség, kánikula várható. Fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg teát, ásványvizet. A jövő hét elején nyugat felől egy hullámzó frontrendszer éri el a Kárpát-medencét, amely valószínűleg lelassul, főleg a nyugati országrészben várható esőzápor, keleten a változó felhőzetből csak helyenként valószínű zápor eső zivatar. A hét közepén néhol lehet zápor, a hét második felében hazánk több pontján hullhat csapadék, nagyobb eséllyel nyugaton. Kettől a nyugati tájakon jelentősebben, keleten kisebb mértékben visszaesik a hőmérséklet.